Február közepén, még ha csak maszkban is, de beléphettünk a nyíregyházi állatparkba, legalábbis a sajtó, hiszen látogatókat már november óta nem fogadhat a park. Húsvétkor szokott lenni a hivatalos szezonnyitás, ilyenkor akár 30 ezer látogatót is fogadnak, az április pedig már 100 milliós bevételt szokott jelenteni. Azonban, ahogy tavaly, úgy idén is elmarad a nagy nyitás. 2020-ban az így keletkezett bevételkiesés kompenzálására bevezették a segítőjegyet, amely nagyon népszerűvé vált. Így ez a lehetőség 2021. március 22-től ismét elérhető. Ez a segítőjegy egységesen 2300 forintba kerül, felnőttnek gyermek vagy diákjegy helyett is felhasználható, majd ahogy nyitva leszünk. És a tavalyi esztendőben is rengetegen éltek ezzel a lehetőséggel, nagyon sokan például ajándékozták a cégük munkatársainak, vagy családtagoknak is. Nekünk meg bevallom, óriási segítség így gyorsan, viszont aki megveszi, ő is nagyon jól jár, hiszen szinte féláron juthat be a későbbiekben a nyíregyházi állatparkba. A tavalyi esztendőben is nagyon sokan éltek el ezzel a lehetőséggel, viszont valaki kicsúszott az időből, nekik még egy komoly kedvezmény van, mégpedig az, hogyha tavaly megvették, bár ez a segítője csak 12 hónapig használható fel, ezt meghosszabbítottuk, 2021. december 31-ig felhasználható. A jegyvásárlással és felhasználásával kapcsolatos információk a Nyíregyházi Állatpark hivatalos honlapján elérhetők. A segítője egy egyszeri alkalommal biztosít belépést a parkba, azonban, hogy ezt mikortól tudják kihasználni a látogatók, vagyis hogy mikor nyithat az állatkert, azt még sejteni sem lehet. A tavalyi esztendőben 2020-ban májustól nyithattunk meg, idén is várjuk majd a lehetőségeket, de nyilván minden szabályt be fogunk tartani. Itt nagyon komoly munkarendszerén dolgozunk, A és B hét szerint, viszont kihasználjuk azt, hogy most nincsenek látogatók, így rengeteg újdonsággal fogunk majd szolgálni a vendégeknek. A legnagyobb dobás talán az India ház lesz, ez egy teljesen új épület, magam is naponta bemegyek és elámulok, óriási indiai hangulat fogja majd a vendégeket, nagyon komoly a berendezése. Egy mangrove mocsáron keresztül szirti cápákat lehet nézni test közelből, majd teknős bemutató és indiai országú is fogadja majd a vendégeket. 35 hektáros tölgyerdőben jelenleg 500 különböző állatfaj, mintegy 5000 egyede él. Közülük sokan vesznek részt az Európai Fajmegőrzési Programban. Ez jelenleg lassabban, de ütemterv szerint halad, hiszen minden állatszállításnál alkalmazkodni kell az adott országok egészségügyi feltételeihez és korlátozásaihoz.